Hát sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit egy újabb futball témájú videóban. Hát ugye nagyon szeretünk fociról beszélgetni, ezt a live-okban is látszik. És sokszor kerülünk vitába, ugye, amikor egy csapatról, amelyik éppen nem nyert és elvártnánk tőle, hogy nyerjen. Ugye sokszor bocsátkozunk ott vitákba, hogy most szar ez a csapat, jó ez a csapat. Ti azt mondjátok, hogy pár forduló alatt, illetve vagytok ott elég sokan, akik azt mondják, hogy akár már 2-3 forduló alapján is egy csapatról el lehet dönteni, hogy az most szar, hogy mennyi esélye van megnyerni a bajnokságot. Én továbbra is azt mondom, de ez az én személyes véleményem, hogy ha van egy bajnokság, amiben mondjuk van 30 forduló, most csak mondok egy példát, akkor ugye a bajnokság felénél, tehát ilyen 15 fordulónál lehet elkezdeni arról beszélni, hogy most kinek mekkora esélye van arra, hogy megnyerje a bajnokságot. Szerintetek ez másképp van, én ezt tiszteletben tartom, csak mondjuk ettől függetlenül én még nem így gondolom. És ugye egy meccs után is be tudtok skatujázni csapatokat, amikor mit tudom én, valamelyik nyert egymás után 5-6 meccset, és utána van egy döntetlen, vagy becsúszik egy vereség, hogy hú, most szarul megy nekik. Abba gondoljatok bele, srácok, most nem feltétlenül egy magyar csapatból indulunk ki, de majd utána lehet erről is beszélgetni. Amikor egy csapat, egy angol csapat, ugye játszik 38 meccset, beszéljünk egy ilyen csapatról, most legyen egy Manchester City mondjuk, vagy egy Liverpool, játszik 38 bajnoki fordulót, a kupa meccsek, ha a hazai kupa meccseket nézzük, tehát FA kupa, Liga kupa, hát ott szerintem, hogy kupánként egy 4 meccs, tehát az már 8 meccs. Aztán a bajnokok ligájában az a csoportmeccsek az ugye az 6 meccs, ugye? Igen, 6 meccs. És azok az 8 meg 6. Kígyózó sorok, majd mindjárt így gyurcsányozok egyet, nem tudok összeadni két számot. 14, 38 meg 14, segítek, 11. 38 meg 14, akkor az 48. Ez már, te jó Isten, már ennyi meccs, 52 meccs. Meccs ahhoz akkor még hozzájönnek ilyen válogatott meccsek, ha szigorúan a játékosokat nézzük. Egy játékos, meg úgy összességében egy csapat is, mert valahogyan még, sőt, hát akkor még az egyenes kieséses szakasz nem is vettem a bajnokok ligájában, tehát akár ilyen 55-60 meccset is játszhat egy csapat. Gyerekek, nem tud egy nincs az a csapat, amelyik ennyire, hogy mondjam, jól és összetetten tud játszani mentálisan, mert itt már nem fizikális dolgokról van szó, hiszen ezek képzett játékosok, tehát járnak gyúrni, ugye van konditerem mindegyik profi klubnál, jó kondiban vannak, ha azt nézzük, fizikálisan formában vannak, itt a mentalitással, mentális dolgokról van szó, hogy nem lehet agyban ott lenni 60 meccsen keresztül egy idényben. Amikor van, hogy egy héten három meccset játszanak, és nem elég az, hogy kifáradnak a meccseken mentálisan, esetlegesen még úgy, hogyha szarul is jön ki a lépés és kikapnak, akkor az edzésen sem tudnak már úgy teljesíteni, nem tudnak már következő meccsre sem felpörögni, és akár lehet ilyen rossz széria 3-4 meccsen keresztül, amikor végre elkapják megint a fonalat, és laposra velnek egy gyengébb csapatot, és akkor megint elkezdenek felfele jönni. Tehát ezekkel is számolni kell ilyenkor egyébként, hogy tényleg, hogy sokszor, sokat játszak, és hiába mondjuk azt, hogy ezeket a játékosokat cserélgetik, hogy mondják ezt, rotálják, tehát hogy van egy rotáció, rendben van, de az se ugyanaz, mert akkor az a játékos, aki rotációban játszik, az már valószínűleg nem lesz mondjuk egy Mo Salah, vagy egy egy Tottenhamből indulok ki, akkor mondjuk egy Harry Kane. Tehát ezzel is számolni kell, hogy akkor mikor játszhatod azokat a játékosokat, melyik az a meccs, amelyiken tudod pihentetni a nagy játékosokat, vagy az első csapat játékosait. Na az legyen, hogy akkor ott megszívod, mert hogyha egy kis csapat ellen összeszedsz egy szar eredményt, akkor utána már baromi nehéz dolgod lesz, amikor egy nagy csapat ellen kell játszanod, mert ott is összeszedsz egy szar eredményt, akkor meg már rohadt nagy lemaradásban vagy. Tehát ezek a mentális dolgok, ezek hihetetlenül sokat számítanak egyébként. Tehát fejben ott kell lenni, tényleg. Nagyon, tényleg baromi sokat tudnak számítani. Ez, de nem csak a futballban, ez bármiben is. Tehát hogy miért van az, hogy amikor mondjuk
Voltak ilyen látványos összeomlások egyébként szerintem olimpián is. Most hirtelen nem is tudok mondani, tehát nem is tudom, volt még a 2016-os riói olimpián, azt hiszem, mikor Szilágyi Liliana volt az, amelyik gyakorlatilag ott csórikám összeomlott, és nem jöttek az eredmények úgy, ahogyan ő azt szerette volna. Igen, van, amikor fejben nincs ott az ember, és hiába próbálkozik, egyszerűen nem megy. És ilyenkor van az, hogy az edzőnek a profizmusa kell, ugye, hogy egyrészt a tökössége, egy edzőnek a tökössége, hogy megmerje azt tenni, hogy akkor most pihenteti a nagy játékosokat, hogy egy kicsit feltöltődjenek, vagy még jobban lefárasztja őket. Mert mondom, itt nem feltétlen fizikásan fáradnak le, mert most oké, lejátszanak egy hétköznap egy bajnokok ligája meccset, jó hajtós meccs, mert azért tényleg nem egy olyan mérkőzés, amit úgy félváról lehet venni. Utána, ha azt nézzük, alszik egy jó kiadósat, az másnap már, hogy rendben van. Persze kimerültség az lehet, de itt inkább tényleg a mentális kimerültség, mert nagyon sok minden fejben dől el. Tehát ez olyan, mint a lustasság is, ugye, hogy nagyon sokan vannak köztük én is, ugye, akik nem végeznek testmozgást, és nem azért, nagyon sokan nem azért, mert nincsen rá ideje, hanem egyszerűen nem akar rá időt szakítani, és ez fejben dől el, hogy akkor kicsit megerőszakolod magad, és akkor azt mondod, hogy jó, akkor én elmegyek edzeni, elmegyek gyúrni, vagy csak elmegyek futni, kocogni egyet, vagy valami. Vagy leszarom tablettát, beveszem, és én azt mondom, hogy fáradt vagyok, és akkor én otthon döglök. Hát én sajnos ezt az utat választottam, mindegy. És nem rólam van szó. Szóval itt, várjál már, itt azt mondja, menjek le. Jézusom, milyen úton visz ez. Azt a mindenit. Most gyakorlatilag a semmiért kerültem egy hatalmasat, azt tudni kell. Azt a kurva. Már bocsi. Jézusom. Aha. Hát. Jó, mindegy, én maradok itt. Nem megyünk sehova. Na, úgyhogy ennyit szerettem volna amúgy ebben a videóban, ebben a szerintem viszonylag rövidke videóban elmondani, mert ezekbe is gondoljatok bele, amikor egy csapatot leszarosztok. Igen, vannak, akiknek hosszú távon nem megy, és tényleg ott a fejekben rendet kell tenni, mint például sajnálatos módon a Manchester United, vagy sajnálatos módon az AC Milan, csak hát ugye lehet a vezetőséget is hibáztatni ilyen dolgok miatt, meg amik ugye meg akarnak fingatni mondjuk egy edzőt, és ugye ki akarják rugatni, meg ilyesmit, tehát rengeteg mindent lehet itt még ki felhozni. Úgyhogy ennyit szerettem volna én ebben a videóban megemlíteni, ha ti másképp látjátok, vagy igazából, hogy a saját véleményeteket szeretnétek lenni, akkor azt a komment szekcióban kérlek szépen titeket, hogy tegyétek meg. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, sziasztok!